egész kita! Mésző Gézát, a Vasas vezetőedzőjét a szerdai Nyíregyháza elleni ligakupa mérkőzésről kérdeztük. Nagyon fontos ez a találkozó, és szeretnénk tovább jutni a Liga Kupában is, mert úgy értékeljük, hogy egy jó felkészülés biztosít tényleg számunkra a bajnoki mérkőzésekre. Több olyan játékosunk tud szerepelni, aki esetleg kevesebb mérkőzést tud játszani, és mégis egy tétmérkőzésen tudjuk szerepeltetni, úgyhogy fontosnak érzem, és hogyha van lehetőség, akkor mindenképpen tovább akarunk menni, úgyhogy készülünk nagyon a holnapi találkozóra is. A szerdai mérkőzésen bemutatkozhat a gárda két új szerzeménye, Igor Popovics és Zorán Radulovics is. Mind a két játékos reményeink szerint megkapja majd a játékengedélyt még a Zorán Radulovics is, és bízom benne, hogy ő is akkor pályára tud lépni. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy úgymond tétmérkőzésen erre is jók ezek a találkozók, hogy meg tudjuk nézni az újonnan igazolt játékosok, hogy illenek bele a mi csapatjátékunkba. Milyenek az első benyomások róluk így edzés alapján? Az látszik mind a két játékoson, hogy azért első osztályú játékosokról van szó. A Zorán Radulovics egy támadó típusú gólokat várunk tőle, úgyhogy remélhetőleg majd pötyögteti is a gólokat, akár már a holnapi nap. A Zorán, az Igor, illetve ő középső védő poszton szerepel, egy stabil labdabiztos játékosról van szó. Úgy szeretnénk, hogy a bajnokság feléhez érve, akkor megmaradjon az a lehetőségünk, hogy olyan pozíciót foglaljunk el, hogy az élmezőny ne távolodjon el túlzottan tőlünk. Éppen ezért lesz nagyon lényeges, hogy a hátralévő 5 mérkőzésen szerezzük még a pontokat, és hát bravúrokat is el tudjunk érni, akár idegenbe, illetve hát a legfontosabb feladat most, hogy az MTK-t eredményesen vegyük ezt az akadályt is.